Sziasztok, üdvözletem minden Gödöllőről. Most éppen erre jártam, és akkor teljesen véletlen szerintem, hogy begurgok ide az állomáshoz is, és akkor szétnézzünk, hogy mi a helyzet. Amikor legutóbb itt jártam pár nappal ezelőtt, itt még semmi nem volt, egy darab vágány, és mindent felszedtek, csak egy nagy gödöl az állomás területét, ahhoz képest már azért egymás változott, nézzétek meg. És ott is ugyan itt a túloldalt, mert több vágány, és nyilván az átjáróban nem bontották ki a vágányokat, ezeknél eredetiek, viszont van egy vágány, amelyik már tovább megy. Tehát már lehet, hogy valameddig a pálya járható, mondjuk, hogyha is a szegény megcsinálták, akkor már addig. Állnak az új oszlopok, és ott a háttérben ott van az épülő felüljáró. Ezt a szintbeni kereszteződés fogja kiváltani. Volt egy gyalogos felüljáró is, amit viszont elbontottak, az ott a királyi válóterem meg a vasútállomás között volt. Helyette épül az aluljáró, majd megpróbálom azt is megnézni. Látjátok, itt volt az egykori peronok, itt voltak, itt lesz a... Ott a háttérben látszik már az aluljáró. És ott is épp, na az az épület viszont nem tudom mi lesz, ami ott épül. Viszont a régi állomás épület ezt lebontották, tehát valószínűleg akkor a Bizbert lesz oda költöztetve. Van szemben az egykori királyi váró. Sokáig ebbe volt berendezve a jegypénztár is, meg a ugye, váróterem is volt, meg az egyik részében üzemelték kocsma is, erre még emlékszem 2009-ből. És aztán utána az eredeti állapotában felújították a királyi várót, innestől kezdve már csak múzeum. Ilyen állandó kiállítás van benne, és itt. Majd vágok be róla a képet, és akkor megmutatom, de itt volt a régi állomás épület, egy ilyen ronda kocka alakú. Ilyen klinker téglás, ilyen borzasztóan ronda. És akkor úgy látszik, hogy ezt elbontották, de újabban még, amikor üzemelt a vasútállomás, akkor abban volt a váróterem berendezve, meg egy konténerben mellette ott volt a pénztár. Hát érdekes, akkor valószínűleg itt a túloldalt lesz felépítve egy újabb felvételi épület, majd abban lesz berendezve a pénztár, a mellékhelyiségek, váró, tehát nem ilyesmi már ha lesz. És Gödöllő régebben 8 vágányos állomás volt, most az átépítés után én úgy tudom, hogy aztán 4 vagy 5 vágányos lesz. Hát most 5 vágány az így látszik, hogy van, viszont ezek a betonaljak még használtak, tehát lehet, hogy felfejeztetni, viszont az új betonaljas meg sínes pályából abból látok 2-t, 2 vágányt. Ugye meglátjuk, hogy pontosan mi lesz, de egyébként igen, itt rengeteg rakodóvágány is volt, és egy 8 vágányos állomás volt, tehát valószínűleg az átépítés után kevesebb lesz. És egyébként itt volt valahol a gyalogos felüljáró, majd ezt megpróbálom én megkeresni. Itt eléggé körbe van kerítve, hogy nem tudom, hogy meddig lehet elmenni. És itt épül helyette az aluljáró. Tovább nem lehet menni, mert itt már dolgoznak. Az aluljáróban dolgoznak, úgyhogy. Ennyire tudtam megnézni. Na, hát akkor látjátok, itt volt a régi felüljáró, és ott az a kapu, itt volt egy szolgálati lakás, ahol külön lépcső vezetett le. Ennyi, és hát... És itt a közvetlen átjárás meg is szüntették, és a hatalmas kerülőúton lehet, ameddig az aluljárót meg nem nyitják. Ugye, na, tessék, nézzétek meg, ez a kerülőút.